Az abakusz matematika tábor a pedagógus szövetség által szervezett táborok közül a második legidősebb. Előttünk csak a néptánc, a Tiszapéterfalvai Pál Katalin által szervezett tábor nyílott meg hamarabban itt Kárpátalján, úgyhogy mi matematikusok erre nagyon büszkék vagyunk, mert mindenki szörnyűködve hallja, hogy tábor nyáron matematikáról, de hál' Istennek, el kell, hogy mondjuk siker történetről beszélhetünk ebben az esetben. Mi úgy számoljuk, hogy most van a 20. születésnapja a tábornak, és hál' Istennek a meghirdetés után egy héten belül mindig betelik a jelentkezők számára előtt a táborozási lehetőségünk, úgyhogy örülünk, hogy Kárpátalján ennyi sok gyerek gondolja úgy, hogy igenis nyáron is lehet egy kicsit szórakozni, matematikát tanulni, ismerkedni, barátkozni, és gyorsabban telik az idő. Ugye ez már a 20., tehát itt már lehet következtetni számok alapján, hogy akik részt vesznek a táborba, tehát ilyen 50 gyerek, abból mennyi jön a főiskolára matematikát tanulni? Hát most konkrétan egy van itt az eddigi táborozók közül, de hogy hányan folytatják a matematika irányában a továbbtanulásokat, tehát ez majdnem a 70% a táborozóknak. Ez nem kimondottan a Kárpátaljai Magyar Főiskola, itt figyelembe kell vennünk az Ungvári Nemzeti Egyetemet, sőt ugye inkább vagy szomorú, nem tudom, hogy fogalmazzak, hogy a többségük az Pesten, Debrecenben, Szegeden és Miskolcon folytatja a tanulmányait, úgyhogy a tanáraink között is, akik ilyenkor nyaranta besegítenek nekünk a foglalkozások levezetésében, többen is volt táborlakók közül kerülnek ki. Matematika az egy nagyon nehéz tantárgy, úgyhogy matematikust kinevelni 4 nap alatt, 5 nap alatt nem lehet. Ehhez hosszú idő szükségeltetik, és rengeteg energia befektetése úgy a tanárok részéről, mint a gyerekek részéről. Ennek a tábornak valóban inkább az a célja, hogy azokat a gyerekeket, akik érdeklődnek a matematika iránt, összeterelje, rátaláljanak egymásról, hogy hát nem én vagyok ez az egyedüli csodabokár, aki szereti a matematikát, és felkeltsük az érdeklődésüket az iránt, hogy igenis ez egy érdekes tantárgy. Tehát ezekben a táborokban a foglalkozások azok nem a kimondottan az iskolai tananyaghoz kötődnek, hanem olyan témaköröket keresnek a tanárok is, és próbálunk mi is utána nézni, amelyek kimaradnak a kötelező iskolai tananyag részből, mégis a matematikát népszerűsítik.